Sziasztok, itt vagyunk ismét a Get Famous kiegészítő következő részébe. Ugye most Briannánál vagyunk, a szegényebb lánynál. Egy kicsit megváltoztattam neki a házát, a lakását, mert hát nem tetszett. Nem nagyon, csak egy kicsit. Tettem új ágyat. Igazából tehát nem csaltam. Mindent abból a pénzből csináltam, amilyen volt, illetve ott van olyan, amikor nem tudom, ti észrevettétek el, amikor letettek valami falat, nem hogy elvesz, hanem még hozzáad a háztartáshoz. És ezt át szeretném javítani, mert elég sokat szenvedek ezzel. Hát nem tudom, vagy pedig meghagyjam. Az egy 12 barát szerzés, az nagyon, nagyon kemény tud lenni. Jó, szerintem ezt fogom. Ugyanis nem akarok annyira az élet céljával foglalkozni, bár ha jól tudom, nem ő a színész, ő a stylist, inkább a foglalkozásával akarok foglalkozni, illetve vagy pedig még azt jutott eszembe, hogy mivel stylist, ugye rajzolnia kell, kreativitás, rendkívüli festő, festenie kell. Jó. Na, akkor ő most a zenével fog foglalkozni még pluszba, úgy döntöttem. Akartam olyat, amit nem, más nem csinál. Ez a világbarát az azért olyan nehéz, mert ugye nagyon nehéz címekkel összebarátkozni, meg utána elvesznek a barátok. De nagyon nehéz megtartani. Épp eléggé meg fogom szenvedni majd a Super Sim Challenge révén, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezeket nem akarom ezzel foglalkozni. Csak azt néztem, hogy itten vannak ilyen leszületelni valók. Jaj, de tedd bele a szemetet, nehogy mellé tedd. És mi megnézem. Jól van. Na, azt hittem mellé teszi. Milyen jó zöld cuccba van. Ja, most te gépezzel itt, vagy számítógép, mit számítógépezzel? Jó, akkor tudod mit, akkor legyen Instagramosod. Nyom egy Instagram sztorit. Ugye zenét kell gyakorolni, ami azt jelenti, hogy ez mit jelent kényelmetlen. Miért érzi magát kényelmetlenül? Egy sikeres kép készült, hát jól van. És akkor úgy látom, hogy vannak még itt kiásni való dolgok. Ezt légy szíves, gyere oda. Ja, ezért elázott, lehet, hogy elázott, és azért. Jó, ezt kis fel is nyitatjuk vele. Ugye van itt négy citrom, meg krizantin, de nem akarok vele most. Jaj, de közben rajzoltatok is. Kapott ilyet? Vagy ezt honnan van? Ez... Ne várjatok. Ez mi? Ja, hogy ezen tud festeni. Kapott autogramot. Ja, ezt a munkahelyén kapta. Ó, hát akkor váltok, akkor a zenét azt nem. Akkor nagyon egyszerű a megoldás, festő. Jó, ez lesz. Az úgy is kell a szakmájához. Ugye valakivel el kell kezdeni. Írás, meg karizma jártasság szintet kell. Ó, szuper. Hát, nagyon jó. Jó, és akkor ezt el is adjuk. Nem túl sokat ér, de
És ez adja el egy gyűjtőnek, add el. Oké. Nem sokat ért. Itt van egy szín. Azt jelenti, hogy barátságos bemutatkozás. Ja, igen, és akkor közben, ugye nem tudom, hogy elmondtam-e, de elmondom akkor most, hogy ugye az a kihívás, hogy minél több csillagpontokat szerezzen, és amíg szerzi a többet, nyilván azt fog nyerni. Ez lehet 3, ez lehet 2, mert hogy ugye nagyon-nagyon hosszúra nyúlna ez a sorozat. Bár meglátjuk, hogy mennyire, mert hogyha hamarabb megszerzik, és akkor még nyilván nem akarok túl rövidet se, de nem akarom túlságosan is hosszúra ejteni ezt a részt, vagy ezt a sorozatot, de... De nem lesz egyszerű. Ezt kell csinálnunk? Muskus outfit. Beszélgetnünk kell a divatról. Tizenhét óra múlva kell menni dolgozni, amit látjátok. Közben járnak a repülők. Egyből 30% kész. Ez egyébként ez nagyon jó, mert azt hittem, hogy sokkal, de sokkal kevesebb lesz készen. És ha már itt vagyunk, ugye itt szoktak... Igen, gondoltam. Hát akkor jöjjön. Jöjjön egyen, és közben itt tud beszélgetni. Ezt nagyon jól megcsináltak, mert akkor közben itt beszélgethet. A karizma jártasság szintje nyilván menni fog felfelé. Nem tudom, hogy a szinten van. De mindjárt megnézzük. Nem ezt. Mostán mindig mellé nyúlok, pedig tudom, hogy ez. Azt mondja, a karizma az egyes. Hát igen, ez még csak 38%-on van, de majd. És akkor közben, amíg itt vagy, akkor közben beszélgethetsz az emberekkel, mutatkozz be neki. Szerintem van, akit ismer. Annyira el van merülve az ételbe, hogy... De eddig nem tudtak evés mellett beszélgetni? Tessék, itt annyi kaja készül, hogy egyébként nem is kellene itt főzőcskéznünk, nem is kell főzéssel foglalkozunk. Igen, tudom. Most abba kell mennie. Menj el mostóba. Nem tudom, hol fogsz itt menni. Mindig ezzel, ezért nem akarom, hogy ilyen világbarát legyen, mert mindig ezzel cseszi az egész szima dolgot, hogy vécézni, fürödni, éhes. Állandóan. És így nem lehet semmit csinálni. És akkor most, ha hazamegy, most ha az vagy, akkor nyilván, akkor persze, akkor lehet megint elmegy mindenki, na gyorsan gyere haza. Ugye ez megint idő. Nem hiszem el, és képes lefeküdni, aludni. Gyere már ide, beszélgess már velük egy kicsit, mert aztán meg nem lesznek itt emberek. Nem lesznek itt címek, nem tudsz beszélgetni. És nem is. És pedig beszélgetnie is kell, de hova megy? Hát olyan, mintha ráragadt volna a padra. Na, meddig leszel itt? Jó. Nem tudom, mi volt ez.
Persze, itt mindjárt itt az ajtó előtt, ne lépjél be, ne próbálj meg. Na, megtaláld az ágyadat. Hát, hogy itt... Persze. Mindegy, az is jó, már jobb a semminél. Egyébként egy nagyon jó ágya van neki, kicseréltem egy viszonylag, nem tudom, 8-as vagy hanyos ágyra, de igen, azért megy is föl neki, még így is, hogy nem. Jó, és akkor a szórakozását kell följebbvinni, mert így nem mehet dolgozni. Jó, akkor játszon Simet. Tudjuk, feszült vagy. És ahogy aludt, le is ment az energiája egész rendesen. Jó, hát ennél kell majd dolgozni. Jó, hát akkor ennyi elég volt. Gyors, egyél valamit. Videót szeretnéd csinálni? Aha. És szeretne venni ilyen box zsákot. Ez hanyas? 25. Hát tudod mit? Vegyél. Leadjunk egy box zsákot, legyen neki egy box zsáka azért, hogy a feszültséget levezesse. Alakul ez szépen, csak lassan. Csak lassan, és közben mennie kell dolgozni, úgyhogy menjen el dolgozni. És utána az jutott eszembe, amikor visszajön, akkor szépen ezt elküldjük, hogy csináljon fotókat. Azokat pedig el fogjuk adni, hát hogyha azzal is szerzünk pénzt. És haza 280 színvonalat, hát nem mondanám, hogy túl sokat hozott volna haza. Jó, akkor menj, és akkor csinálj ilyen fotókat. Indítsd el. És gyors, hát remélem meg tudsz fürödni gyorsan. Jó. Ilyen közben elment a kis drónunk, hogy csináljon fotókat. És addig fog fotókat csinálni, amíg le nem ékszeljük. Legalábbis nekem az első, aki az volt egy ilyen, van egy ilyen családom, aki ugye nincs benne a játékban, és a videókban, de a játékban benne van. És vele szoktam így játszani, amikor nem akarom, hogy ilyen van ez a... Hát lenne kedvünk átmenni hozzá egyébként, csak ha nem lennénk ilyen fáradtak. Ja, és visszajött. Aha, jó. Akkor nem, akkor bocsánat, nem jól tudtam. Akkor ez úgy van, hogy visszajön magától. Megint feszült, állandóan feszült. Jó, játszon egy mindörökké. Ugye ezzel megy fel a leghamarabb, meg a tévével, ez a kettő. Gondolom, ezt még mindig nem tudja. Ez nem kéne valami porond. Na. Jó, ennyi elég volt. Nem tudom, miért csökkent le így a... a szükségleté, vagy miért mennek le ennyi, ilyen szinten. Hát igen, társaság kedvelő. Lehet, hogy emiatt is nagyon lemegy.
Még ugye 3 óra 8 perc van, tehát reggel, ami azt jelenti, hogy hajnal. Na nézzünk, legyen valami. Élési, ezeket nem tudom. Békés pacsulit, gondolom, hogy több boldog lesz. És akkor szagolja meg az illatot. Na? Igen, több boldog lesz. Na, jól van. Jó. És azt nem tudom, hogy hova tette a... Akkor utána... Jó, hogy kidobhatja. Jó, és akkor itt... Leteszi? Hát persze. Egyébként, hogy nálad esetleg? Inspirált. Ó, inspirált, mint stylist. Hát persze, hogy inspirált. Jó, akkor... 5 óra 41. Na, még egy kicsit lefektetem aludni. És akkor... Legalább addigra kivilágosodik annyira, hogy valakit át lehessen hívni, vagy legalább találkozni valakivel. Mikor kell mennie dolgozni? 4 óra múlva. Fenébe. Jó, akkor ennyi elég. Megnézem itt a... Ugye ez a leggyorsabb, most nem akarom elvinni még, hanem megnézem, hogy itt van-e valaki, de ha nincsen, akkor azt kell csinálni. Én legalábbis. Hát ő maga csinálja, hogy valakivel beszélget a neten. De mi lenne, ha áthívnánk akkor? Úgyis át akart, hogy van ezt, tessék. Hívd át van ezt át. Na, itt is van. Szuper. Na, akkor itt szó söltözzél át, mert itt van Vanessa. És csak ezt a számítógépet babrálja. De hol van Vanessa? Azt mondta, hogy már is itt van. Hát itt még nincsen. Ott se. Úristen, de mennyire kihalt itt minden. Hát... Gyere ide, szakadj már ettől a számítógéptől. Hoppá. Jó, akkor... Hát akkor majd tudod, mit majd beszélgetsz, akkor hív fel valakit, hogy beszélgessél. Nem kell, csevegjél vele. Ha nem akart, nem jött át, akkor beszélgessetek. Akkor még beszélgethetsz valakivel. Jó, Don Lotario-val. Az örökös Sims tag.
A kezdetek óta benne van a Sims-be, már a Sims 2-ben is benne volt. A Sims 1-et nem tudom. Én azzal nem olyan sokat játszottam, megmondom őszintén, nem is annyira kedveltem. Kezdésnek jó volt, de a Sims 2 fogott meg igazából. Jó, akkor még valakivel. Mondjuk vele is. És végig telefonálgatjuk a várost. Jó, hát 7 perc maradt. És milyen megy dolgozni? Hát persze. Számítógép. Jó, és még azt akartam, hogy hogyan tudnánk átlagos, még szociális munkatársakkal. Ezáltal kicsit megy szerintem a karizma, hát hogyha az is meg lesz. Illetve, meg az írás jártasságot is majd kell szereznünk. Illetve hát a fölmegy a... Ó, föl is ment. Jó, akkor dolgoz keményen. Biztos fáradtan fog hazajönni, de hát ha meg lesz az eredménye. Bár annak nem mindig van eredménye. Mindent bevetünk, csak hogy előléptessék, de úgy látom, hogy ez meg is lesz. Akkor egy átlagosra visszaállítjuk. Jelenleg 3-as szinten van. Hát sajnos nem sikerült. Pedig nagyon bíztam benne. Lehet azért, mert túl fáradt volt. Meg nem csináltuk meg a skillünket, vagyis igen, a skilleket. Szerintem tudta, hogy az volt a baj. 14 óra múlva kell mennie ismételten dolgozni. Úgyhogy akkor mindenképpen meg fogom vele csináltatni ezeket a dolgokat. Erre fogok most elmenni, és akkor utána elküldöm. Most fölkeleztem, mert már megint túl sokat alszik. Jaj, dob ki a romlott ételt. Persze, persze, dob ki. És tudod mit? Nem akarok vele főzettetni. Most főzzünk, főzessünk vele valamit. Jó, egy szalonnás rántotta is tökéletes. Kelj föl. Itt vannak a felvételek. Ja, aha, mert... Ja, igen, vennünk kell olyan asztalt. Azért nem tudjuk. Hát az mennyibe kerül? Tudom, 1500 szimalomba kerül, emlékszem az előzőnél annyiba került, 1500-at kellett rágyűjteni. Kicsit több, mint 1500, de nem sokkal. Hú, de mérges. Hú, miért tojások? Ennyi? Ez így látszódik? De tényleg olyan, mint a tojások lennének. Ja, mert rántottát csinálunk, szalonnás rántottát. De akkor ezt most megcsinálták, ez tuti, ez 100% hogy nem látszódott, mert én nagyon sokszor ráközelítettem mindig a kajákra, és ez nem volt ott. Ezt adjuk ide neked, mert túlba van. Mármint lehet, hogy nem most egy-két napja, vagy három, de mostanában csinálták, azt tuti. Jó, hú, nagyon jó, remélem jól csinálta, jól néz ki amúgy, átlagos. Szuper. Feszült. Jó, hát akkor legyen valami, mondjuk most erősítő fahéj, és szagoljad.
Ugye azt tudjuk, hogy az békés, a fahéj az... Ezt milyennél fog változtatni? Na, feszültség lemegy? Még mindig nagyon feszült, még mindig. Szagold. Szagold az illatot. Ja, hát igen, ambiciózusok. Persze, hát kellett, még jól meg is nehezítettem neki. Jó, utána gyere egy kicsit játsz játékot, az nagyon... Ó, várjál csak, lehet, hogy nem is Sims-et kellene játszania, hanem ilyen sportot is, akkor hát ha azzal is tudna majd. Nyerni, vagy pénzt szerezni. Még az jutott eszembe, hogy ezen keresztül nem lehet. Nézd meg a flashblog, flash blogot, tehát fashion blogot, bocsánat, illetve ezt is nézd meg. És akkor utána, sőt, lehet, hogy ezt ne is nézd meg, hanem ez sem, hanem inkább gyere. Igen, az jut eszembe, hogy ha ezt kinyitom, hogy esetleg nem lehetne valami, hogy eladni, csak így simán idehúzom, nem, nem lehet. Jó, hát így ki lehet törölni a videót, de hát ez felesleges. Jaj, mi? A lottó, ó, lottó, lottó, lottó. Na, na, hogy lottozunk. Hát, na, na, hogy lottozunk. 100 szimalon megér nekünk, hogy lottozunk. És megint álmos, nem hiszem el. Na jól van, ezt az ágyat most már tényleg megnézem. Itt. Itt valami nem stimmel. Mire van beállítva? Ugye buli hely, ezt most egy kicsit átállítjuk, meg jókedvű. Ez amúgy nagyon jó, meg apró pénztündéreket fogok inkább, ez így. Ez egy 10-es ágy. Ha ez egy 10-es ágy, akkor miért nem aludja ki magát? 3 óra múlva kell mennie, és látjátok, nem tudok semmit csinálni. Jó, hát nem fogsz aludni, nem érdekel. Gyakorold a beszédet. De soha az életben nem léptetnek elő. Delso, Grasha, Pongi, Fumu, Quazaru, Jongi, Snurb, Fricka de Fumu. Hát nem gondoltam, hogy ez ennyire nehéz lesz. Delso, Pliva, Zar, Vint, Jonga, Jarobi, Vimpa, Dweeb, Ushi, Snurb, Fricka de Funa. És persze ilyenkor még vissza is megy, vissza is esik, hogy ha egyszer fölment, még véletlenül sem. Megint fáradtam, fog elmenni. Na várjátok, már nincs, nincs ez a... Nem ez, hanem... Nem szereztünk még szerintem annyit. Aha, 50 híján. Ez mi? Kipróbáljuk. Angi de fui nagy. Fumu, Quazaru, Jongi, Jarb.
Miért nem szerencsés megint vagy? Na, akkor ezt eltehetjük megint. Hát lefekszel, úgy is mehetsz aludni, vagy dolgozni. 435. Hát azt ki tudjuk fizetni. Mondtam. Jó. Hát akkor majd, amikor jön hazafele, ezt még megvárjuk, hogy sikerül-e előléptetnie, de szerintem nem. Jó, akkor hazajött Brianna, és amint mondtam, hát nem. Egyáltalán nem léptették elő, mert ezek nincsenek meg. Jó. Bocsánat, csak közben kölgnöm kellett. Akkor szerintem ezt a részt hagyjuk abba. Meglátjuk, hogy a következő részbe előléptetik-e. Köszönöm szépen, megnéztetek, és találkozunk a következő résznél. Sziasztok!